Legjellemzőbb részleteit a lemeznek bemutatni. Ugye a barokk, hogy miért barokk, az egyik indoklás, hogy miért vad barokk elhangzott. Másik oldalról is van egy érdekessége ennek a korszaknak, a magyar népzene fejlődése szempontjából, hiszen a barokk kamarazenekar vonós hangszereinek együttműködése, vagy fordítva, ha mondjuk, a vonós hangszerekre épülő barokk kamarazenekar sehol máshol a világ térképen nem ment át a folklór zenébe, csak a Kárpát-medencében. Még azokon a területeken sem folklorizálódott a barokk vonós zene, ahol a barokk zenei nagyhatalmakat emlegetik, ugye? Tehát Franciaország, Olaszország, vagy a Németország népzenéjében, hangszeres népzenéjében nem találjuk meg a hegedű, brácsa, bőgő, címbalom, ugye a címbalom maga a szó is, a cembalónak egyfajta magyar megfelelője, ugye cembalum lenne latinul, a cembaló, és a cimbalom pedig magyarul. Tehát, hogy, és hogyha megnézzük a kezdeti cimbalmokat, a korai cimbalmokat, akkor csupaszverővel játszottak, tehát pontosan a cembalónak a hangzásához is nagyon szépen hozzáilleszthető. Tehát ezeknek a hangszereknek és a fafúrusoknak az együttműködése csak a Kárpát-medencére jellemző, és itt is nem csak a magyarokra, hanem bizony a szomszéd népek zenére is. Szlovákok, a ruszinok, vagy az erdélyi románok is ugye ezt a zenei formációt építették bele, szervesítették, úgymond, a saját hangszeres zenei hagyományukba. Következik Sáros megye északi részéről származó, Tarca Szentpéter, illetve Tótraszlavica falvakból származó dallamok következnek. Fogadják szeretettel! Jó zlámala zeminarovi lada, zlámala zeminarovi lada, co z niej vybírala minaročka mlada, co z niej vybírala minaročka mlada, zlámala na dvojo, na trojo, zlámala žena dvojo na trojo, co z niej vybíralo pocešenie mojo,
co z niej wybierało pocieszenie moje. Zlamala się minarowi lawka, zlamala się minarowi lawka, co po niej chodzila ta młoda minarka, co po niej chodzila ta młoda minarka. Zlamala się na dwojo, na trojo, zlamala się na dwojo, na trojo, co po niej chodzilo pocieszenie moje, co po niej chodzilo pocieszenie moje. Forgatósoknak a zenéje, és ezért is került a lemez elejére. De nem csak ebből a szempontból hatott a barokkor a magyar népzenére, vagy a magyar népköltészetre, a magyar népdalokra, hiszen ebben az időben kezdtek elterjedni azok a kéziratos, ilyen verses könyvek, amelyekből jó néhány ránk maradt abból az időből, és ezekben
talán a legelső, vagy ezek közül talán a legelső, Fancsal Jobb kódexe 1605-ből, ahol először megjelenik az a fajta lírai hangvétel, ami aztán végigvonul a magyar népköltészeten, és ott jelenik meg az a virág szimbolika, ugye én kimegyek kis kertembe virágot nézni, hále-szále, ott az van írva, hogy a havas dere virágom tövén, ugye aztán különféle egyéb változatok alakultak ki a folklórban, tehát ezektől a kéziratos kódexektől, ettől a költészeti műfajtól már csak tényleg egy lépés volt a népköltészethez, és ezért nem véletlen, hogy ezek a szövegek és gyönyörű szép dallamokkal a magyar népdal kincsben elterjedtek, úgyhogy zoborajáról különféle ilyen szövegeket összeszedtünk, és egy zsérei, néhai Dudás, Kodály Zoltán kedves adatközlője, Elgyütt József, a Kura Joska játéka nyomán, most elmuzsikáljuk és elénekeljük. Akkor a bakkecske volt, alig bírom fel. Aki este lefekszik a
az én csizmám mind a bőrből, most hozták ki Egelszárből. Elcsinosítom magamat, várom a galambómat. Elcsinosítom magamat, várom a galambómat. Az én torkom nem hibázik, éjjel-nappal borba ázik. Helyiszom én borkeleget, mulatozok az mellett. Helyiszom én borkeleget, mulatozok az mellett. Az én csizmám hib a bőrből, most hozták ki Egelszárból. Hely, ha már halok, ráhagyom, kötény személy galambom. Hely, ha már halok, ráhagyom, kötény személy galambom. Thank you.
a hallatának arra a sárosi szlovák zenére. Tehát ez van erdélyesen szól. Igen, mi ezt a szót használjuk, mert ez a bizonyos régies hangzás leginkább Erdélyben maradt fenn. De hát igen, találóbb az, hogy régiesen szól. Tehát igen, Erdélyben nagyon masszívan megőrződött ennek a korszaknak az úgymond levegője a népzenében, de bizony néhány helyen, és talán nem véletlen, hogy a magyar nyelvterület szélein, más északi vagy a nyugati szélein, szintén még a népzenekutatók találtak ehhez foghatót. Ami most következik, az egy olyan zene, ami már a Kárpát-medencében, csak itt-ott egy-egy ponton élte túl a történelmi viharait, és maradt meg a népzene kincsében, az pedig a koboz. És ugye szintén ennek a barokkornak az egyik legszebb költészeti alkotása, az valahol nálunk felvidéken, ha minden igaz, talán pont nálunk Nógrádban, Gácsvárában, valahol ott a Végvárak vidékén látta meg a napvilágot, pöngését koboznak. A kobzott dicsőítő vers, amelyet most én a maga hangszerén úgy fogok előadni, ahogy akkoriban a versek szóltak énekelve, és hát egy szép moldvában fennmaradt dallammal, amelynek a párhuzamait ezek a régi kódexek azért fenntartották nekünk, például a felvidéki területekről is, és hát, hogy ne legyen ott egyedül két moldvai katona. Pöngését koboznak, gyakran a te hangod, minden végságodat elmúlhat világon, gyönyörűségedet szomorúságra fordítod. Szép száraz szemedet könyvezésre hoz. Nem kocsmához való koboznak pöngése, sem tartoz nem való gyönyörű zengése, mert az addig tőle elmegy ötrődése. Újdosó elmének gondban törődése, árfalak tengése, gyönyörűsége pont, hegedűnek hangja a lapodalom házhoz. Csípszónak a szava jó a serkocsmához, de hoz böngése elme törődése. Vízes templomodban, mikor ott dicsérik Isten tének szóban. Hozzá és orkista az éneklőkorban. Komoz ige mindig katonák karjában. Megírt a kevevelekbe, viszlát jövár a kérdésbe, ott nem lesz a magulásom, ott leszed az én halálom. Ott nem lesz a magulásom, ott leszed az én halálom. A jelmész és békével jár, békességes utakodja, békességes utakodja, csendes folyó víztőnyírja. Csendes folyó víztőnyírja, ott és hol a gondolkozza, ott se gondolj, legyen bárki jó, csak az igaz szeretet jön. Ott se gondolj, legyen bárki jó, csak a régi szeretet jön.
Kedves Agot úr, az iránt érdeklődöm, hogy véleménye szerint hol tart ma a táncház mozgalom? Én azt gondolom, hogy a táncház mozgalom túl van egy olyan fejlődési szakaszán, amelyben voltak hullámvölgyek is, tehát például amikor a budapesti táncházakat eluralták a különféle a Kárpát-medencei tánckultúrára nem jellemző táncdivatok, mert ugye itt is, nekünk is vannak divatjaink. Tehát amikor a moldvai csángó magyarok tánckultúrája egyszer csak berobbant ide, akkor nagyon sokan
attól tartottak, hogy hát ezek ilyen egyszerűbbek, és akkor az könnyebb megtanulni, és e felé elmegy. És bizony láttunk is egy ilyen kiüresedést azokban a táncházakban, ahol ezeket a mi kárpát-medencei sok motivummal dolgozó páros táncainkat tanították, de aztán szépen ez elrendeződött. Aztán volt érezhető egy kiüresedés abban az értelemben is, hogy ugye a rendszerváltásig volt a táncházaknak egyfajta ellenzéki levegője. Én nem mondom, hogy itt konkrét szervezkedések történtek volna, de mégis olyan értékek kerültek terítékre, amelyekről a kádári rendszer hivatalos kultúrpolitikája nem nyilatkozott. Hát ha megengedi, mert én azért ezekben a dolgokban már személyesen részt vettem, nem is annyira a lázadás, inkább csak ez a fiatalos lázadás, hogy valami mást akarunk csinálni, mint az elődeink, és ez hajszál pontosan beleillett abba. Én azt gondolom, hogy abban a légkörben, amikor az ország legmagasabb szintű döntéshozói eltitkolják azt, hogy a Magyarország határain kívül élnek magyar közösségek, történelmi közösségek. Abban a légkörben erdélyi magyar néptáncot tanítani, vagy felvidéki nótákat énekelni, az már felért egy ellenzéki magatartással. Tehát ez nem csak annyi volt, hogy most más csináljunk, mint az öregek csináltak, volt egy ilyen, legalábbis én, amikor ide érkeztem, én olyan körökhöz kapcsolódtam hozzá, a magyarországi táncházmozgalom olyan köreihez kapcsolódtam hozzá, amely körökben ez sokszor kimondva, de akár kimondatlanul is egyértelmű volt, hogy itt most mi azzal, hogy felvállaljuk az őseink kultúráját, vagy akár az elszakított nemzetrészek hagyományos kultúráját, azzal mi egyfajta értékrendet képviselünk, amely értékrend a hivatalos álláspontokkal, hát finoman fogalmazva is nem egyeztethető össze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor a rendszerváltásnak nevezett hatalomváltás Magyarországon megtörtént, akkor azután szintén jött egyfajta ilyen kiüresedés, mert sokan úgy érezték, hogy alapját vesztette ez a fajta... Igen, tehát hogy most már okafogyottá vált nekünk úgymond kitartani, és aztán kiderült, hogy hát azért itt egy csapással nem következett be a várva várt Kánaán, hanem bizony maradt még pont elég kezelendő társadalmi probléma, akár a határon túli magyarokkal kapcsolatban, akár egyáltalán a hagyományos kultúra, a ránk hagyott örökség koncepciójával kapcsolatban. Tehát én azt gondolom, hogy sikeresen átvészelte a táncházmozgalom ezeket a hullámvölgyeket, és most, hogy végre a közszolgálati média is felvállalja ezeket az értékeket az őket megillető felületeken, most már azt gondolom, hogy kialakult a lehetősége annak is, hogy az a bizonyos társadalmi beágyazottság, amit például a jazzzenészek nagyon helyesen kivívtak maguknak, mert csodálatos tehetségek muzsikálnak jazzt ebben az országban, szerintem most megnyílt a lehetősége annak, hogy a hagyományos kultúrát művelők, vagy a hagyományos kultúrát ápolók közösségeiből kinövő tehetségek is ugyanahoz a publicitáshoz és ugyanahoz az elismertséghez hozzájussanak, ami a más műfajok művelőit joggal megilleti. Aztán még itt volna az a kérdés, hogy van-e fehér folt még? Ami feltáratlan, amivel még nagyon kéne foglalkozni, mert talán még van mit találni. Rengeteg fehér folt van. Kezdjük azzal, hogy a táncházba először ellátogató 14 éves kamasz srácnak az egész hagyományos kultúra egy nagy fehér folt, mert sajnos a közoktatás oly módon kínálja ezeket az értékeket, amelyek nem mindig vonzóak a fiatalok számára. Úgyhogy mindig a legalapvetőbb, legkutatottabb területnek a legismertebb dalait, táncait
is van kinek tanítani, hiszen a feltörekvő ifjúságot erre meg kell tanítani. Másrészt pedig a magyar nyelvterület térképén megyényi területeket tudok mutatni, amelyekről alig látunk a táncház mozgalom eseményein, zenéket, táncokat. Itt is vannak divathullámok, gondolom. Vannak slágerek, és vannak olyan dalamok, amelyek valahogy annyira nem kapcsolódtak még be az újra felfedezés légkörébe. Én ezt az egész területet a komoly zenekedvelőinek kulturális életéhez tudnám hasonlítani, hogy most akkor a D-moll tokkáta és fuga az egy olyan sláger, amit mindenki annyira szeret, vagy a brandenburgi koncertek, vagy én nem tudom, a Paganini Caprissi, az is egy ilyen. Albinoni Adagioja ilyen, nem tudom. Hát a közízlésnek bizony ezek pontosan ezek a darabok kifejezetten ilyen kicsúcsosodó darabjai. Én azt gondolom, hogy itt inkább arról van szó, hogy amikor felfedezünk magunknak egy-egy tájegységet, sőt, amikor egyes alkotók, egyes néptáncoktatók, egyes zenekarok felfedeznek maguknak egy-egy tájegységet, azon belül olyan hagyományőrző mestereket, akikre joggal fel lehet nézni az ő tudásukért, elkezdik tanulni az ő hagyatékaiknak az egyes darabjait, elkezdik tanítani a saját táncházaikban. Ezek a körök, ezek határozzák meg azt, hogy most én nem tudom, egy időben a szilárdsági táncok és a szilárdsági zene az felhívta magára a figyelmet. De ez nem úgy van, hogy most odafigyelünk a szilárdságra, és aztán nem figyelünk oda. Nem. Ez úgy történik, hogy a szilárdságit is beépítjük a táncházak életébe, és akkor most már nem csak Kalotaszegit és Szatmárit fogunk táncolni, hanem most kettő között szilárdságit is majd táncolunk. Tehát, hogy attól, hogy csak nemrég kezdtek foglalkozni, vagy viszonylag nemrég kezdtek foglalkozni, mondjuk, maradjunk ennél a példán, a szilárdsági zenével, szilárdsági táncokkal, attól még a Kalotaszegi egyáltalán nem ment ki a divatból, tehát ezt nem úgy kell venni, mint a könnyű zene, vagy a szórakoztató iparnak a különféle divat hullámait, hogy akár mekkora sláger volt az XY-nak a nótája, tavaly előtt, most már nem az a sláger, és hát emlékezünk rá, de hol van az már. Ritkaság, hogy a tavaly előtti slágert most is még előhúznák a diszjokék, ugye? Majd igen, a 20 évvel ezelőtti, azt igen, mert valamiféle nosztalgia, diszkó, vagy nem tudom micsoda, ott igen, de az már csak emlékezzünk, hogy volt ilyen furcsaság. Ilyen módon nem. Nálunk, ha mondjuk a Kalotaszegi példánál maradva, ha Kalotaszegit kezd húzni, egy zenekar, egy táncházba, annak ellenére, hogy igazán valamikor 20-25 évvel ezelőtt robbant be a Kalotaszegi, annak ellenére mindenki fel fog állni Kalotaszegit táncolni most is. Maradjunk ennél a 14 éves fiúnál, aki először teszi be a lábát a táncházba. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit ijesztő is lehet akár, mert olyan gazdagság fogadja, hogy az az érzése támadhat egy földi halandónak, hogy na, ezt nem képes megtanulni. Hogy lehet elindulni, ha valaki mégis úgy rákap az ízére, mit tanácsolna neki, hogy hogyan nyúljon a dologhoz? Mi földi halandók sokan vagyunk, és sokfélék. Azt lehet mondani, hogy ahányan annyifélék vagyunk. És bizony, nem mindenki fogékony a világ színességére, divatos szóval élve, a kulturális diverzitás értékeire. És hát az, akinek az igényeit kielégíti, az az egyfajta dolog, amit ő megszokott, arra biztos, hogy nem fogunk tudni úgy hatni, mint arra az emberre, arra a kiskamaszra, aki természetéből adódóan nyitott a világ dolgaira, és egyfajta kíváncsiság, egy érdeklődés jellemzi az ő társadalmi mozgását. Már az az érzésem, hogy pontosan ez a táncház az a rendezvény, ahol láthatják az akár először is megjelenők, hogy itt végtelen barátságos és közvetlen a légkör, tehát hogyha valakinek kérdése van, vagy szeretne valamit pontosabban megtudni, vagy felvenni a kapcsolatot, akkor erre itt mód van közvetlenül, nem igaz? Igen, mód van,
És még egy nagyon érdekes mozzanata van a táncháznak, az, hogyha ide belép valaki, akkor nem olyan helyzetben fogja találni magát, mint az operában, vagy a rockkoncerten, hogy van a plebs, aki fogyasztója annak, amit a néhány kiválasztott szolgáltat, és mi itt ülünk csendben, azok meg ottan előadják magukat, vagy maximumot ugrálunk, és örülünk annak, hogy én nem tudom melyik rockstar leadja a koncertjét, hanem itt azt látják, hogy van egy böhöm nagy sportcsarnok, van egy banda, amelyik muzsikál, és ezren táncolnak, és még lehetne olyan benyomásunk, hogy na, az a banda most az a bizonyos kiválasztott, és mi itt a többiek hát mégsem muzsikálnak, hanem táncolnak, de aztán kimegyünk a folkocsmába, vagy az oldal folyosókra, és azt látjuk, hogy fiatalok konkrét százai zenélnek egymásnak, és pici kis körökben kialakulnak spontán táncházak. Tehát amikor ide belép valaki, akkor nem azokat az elérhetetlen félisteneket látja, akikhez magát hasonlítani is már merészség lenne, hanem azt látja, hogy itt húsvér emberek képviselik a saját kultúrájukat annak megélésén keresztül. Tehát itt nem az a viszonyrendszer áll fenn, hogy vannak a kultúra szolgáltatók és a kultúra fogyasztók, és ők el vannak választva egymástól valamiféle őrzővédő szolgálattal, meg kordonokkal, hanem azt látják, hogy itt mindenki együtt, az egyik nem szolgáltatja, és a másik nem fogyasztja, hogy mindenki együtt használja a saját kultúráját. És szerintem ez egy olyan sehol máshol nem tapasztalható és semmivel mással nem helyettesíthető élmény, ami itt tartja a fiatalokat, ha már egyszer belekóstolt a táncház ízeibe. Azon kívül azt hiszem, hogy itt arra is mód van, hogy avval szemben, ami régen volt, hogyha valaki beleszületett egy közösségbe, akkor egyértelmű volt, hogy annak a műveltségét tanulja meg és folytatja. Itt viszont mód van arra, hogyha ide belép, és történetesen ő egész más vidékről származik, de itt meghall egy egész másfajta muzsikát, vagy meglát egy egész másfajta viseletet, és az neki jobban tetszik, mint az, amiből esetleg ő jött volna, akkor még arra is módja van, hogy ezzel közelebbről megismerkedjék, nem? Igen, módja van, de erre is kétféle válaszom van. Az egyik az, hogy ma már nem igazán találunk olyan régiókat, ahol a fiatalok még születésük által predesztinálva lennének valamiféle hagyomány követésére. Igen, fel tudunk sorolni 4-5 olyan eldugott periférián elhelyezkedő hagyományőrző vidéket, ahol részben még igen, de ott is már látjuk, hogy mennyire lazulnak ezek a szálak. A másik válaszom erre az, hogy a modernitás világa előszeretettel hirdeti az identitás választhatóságát. Tehát azt mondja ez a felfogás, kozmopolita felfogás, hogy te már nyugodtan választhatsz magadnak akár nemet, választhatsz magadnak olyan idolokat, amelyek akár tőled több tízezer kilométerre élnek, vagy éltek, és elég neked úgy öltözködni, és akkor már megvan a te identitásod, elég olyan jellegű termékeket fogyasztani, és itt a fogyasztáson van a hangsúly, és itt látszik az átverés, hogy ez valójában arról szól, hogy vedd meg az én termékemet. Tehát, hogy elég neked úgy öltözködni, úgy viselkedni, olyan szolgáltatásokat, avagy termékeket fogyasztani, hogy a te identitásod az most egy másik választott identitás legyen. Tehát rossz hírem van, attól, hogy valaki felöltözködik Bob Merlinek, és az ő zenéjét hallgatja, attól még nem lesz jamaikai néger. Bármilyen rasta hajakat ragaszt magának, és ezeket a furcsa kis kötött sapkákat fogja hordani, minden tiszteletem a karibi térség zenei kultúrájáé, és az ottani népzenei hagyományokra épülő különféle irányzatoké. De hát egy kicsit furcsa, tehát attól, hogy ő beöltözik annak, attól még
adott esetben ugyanannak a kiskunmánsai Molnár gazdának az unokája lesz. Ugye? Úgyhogy nem választható az identitás. És amikor majd esetleg lehet, hogy van egy olyan korszak az életnek, ahol szabadon dúskálunk és habzsoljuk ezeket a különféle értékeket, még azt sem mondom, hogy ez rossz. Tehát, hogy igen, kóstoljunk bele sok minden, és én is játszottam blues-t kamaszkoromban, és nagyon-nagyon jó dolgokat találtam meg benne. De eljön egy olyan pillanata az életnek, például amikor gyermeke születik az embernek, amikor annak a gyereknek valamit mondani kell, és hát mégsem mondhatom neki, hogy fiam, te egy jamaikai néger vagy, mikor benéz a tükörbe, és egy ilyen európai darc fog neki rá visszatekinteni, ugye? Úgyhogy az identitás dolgok szerintem így kerülnek helyesen pályára, és ma már azt kell mondani, hogy ha valakit ezt ilyen megfontolások, késztetések mentén érdekel, akkor igenis fontos abba az irányba érdeklődeni, ahonnan esetleg az ő ősei származnak, vagy akár ahol ő maga most él. Tehát az adott régiónak a hagyománya szinte megkerülhetetlen egy ilyen érdeklődő személy, emberke számára. De az a bizonyos topzódás még akár a mi saját kultúránkon belül is megvalósítható, vagy akár itt van az én példám, én ugye Felvidékről származok, tegnap este itt akkorát mulattam szlovák barátaimmal, és úgy énekeltünk közösen szlovákul, hogy öröm volt ránk nézni. Hát tegnap szinte az egész nap Felvidékről szólt. Igen, de hát a felvidéki magyarokról szólt, és ide jöttek velük együtt felvidéki szlovákok is, és szlovák barátaink ugyanolyan eufóriában mulattak itt velünk, és egyáltalán semmilyen problémát nem okozott nekem, hát, hogy szlovákul énekeljek velük együtt, és hogyha itt cigány barátaim lettek volna, még akár cigányról is tudtam volna velük énekelni. Tehát, hogy a saját életterünkön belül, tudom, hogy ezt a szót csúnyán meghurcolták sok mindenkik, de én most nem foglalkozok a sok mindenkikkel. Attól még él vagy létezik egy közeg. Igen. Tehát ebben a mi életterünkben pont elég gazdag hagyományanyaggal tudunk találkozni, akár más régiók folklórkincsében, akár a szomszédnépek folklórkincsében, ahhoz, hogy azt a bizonyos színességet, hogyha valami a másságra vágyunk, hogyha azt is az egységen belüli másság formájában tapasztaljuk meg, és építsük bele a saját életünkbe. Ez így igaz. Én búcsmániás vagyok, és ott is Katona Mihály lelkésznek a munkásságát mutatom, és most találtam meg a pápai. Lényeg az teljesen... Mondjam még egyszer ezt az árszót. Most lehet kezdeni. Jó. Igen, kezdjük. Tehát az árszót. A lényeg az, hogy ha valaki a másság izgalmaira vágyik, akkor itt nálunk a táncház mozgalomban megtapasztalhatja és megélheti azt, hogy az egységen, az azonosságon belüli sokszínűség ugyanúgy meg tudja neki adni a másság izgalmát, és nem kell ezért, én nem tudom, óceánokat átrepülni, vagy különféle más korok, más kultúrák, idegenajkúak magatartás formáit utánozni. Köszönöm szépen, szerintem ez nagyon szépen lezárja azt, hogy amiről itt egyáltalán összességében szó van.